Évi Szeri magánéletében. Szeri Évi, a Palik világa szintén elmondta magánéletéről Manna karrierjét. Az énekes színész beismerte, hogy soha nem érezte, hogy anya akar lenni. Év Sári úgy érzi, hogy szerelmi élete, ahogyan minden nap él, nem feltétlenül alakult ki a társadalmi elvárások szerint. Lehet, hogy a magánéletem nem alakul ki a konvenciók szerint, mondjuk, hogy nem én vagyok az a srác, aki akar, azonnal az ellenkezőjét akarom. Ki ismeri egy kicsit, tudja, hogy nem depressziós semmit, mert akkor van menekülés. Ha elhagynak engem, magam is csinálom, azt hiszem, a recept számomra egyszerű. Igaz, valaki azt mondja, hogy nem annyira. Évi elkezdett, aki azt is elmondta nekem, hogy miért nem lett gyermeke, és milyen konvenciókat mond. Például egy ilyen család kialakulása. Mindenhol tudni kell, kövesse, nézd meg valakit, élj egy normális életet. Mi a normális? Azt hiszem, amit magamnak találok. Egy-kettő gyermek szülése is ülj otthon a fenekemben, nem éreztem magam annyira, és még mindig vele vagyok. Van egy barátnőm, akinek ez az érzése van a 30 évtől, amikor anya akarsz lenni. Amikor látott egy gyermeket, ő sírni kezdett. Most anya és nagyon boldog. Soha nem volt bennem. Mindig az volt, hogy biztosan egyszer lesz egy gyermekem, de mikor nem tudom, hány gyerek, nem tudom. Soha nem gondoltam ezt, nem az volt az a lány, aki látja a fehér ruhával, és elképzelje, milyen esküvőt akar, és három kisgyermek veszi körül, majd boldogan él, amíg meg nem halunk. Szeretem a gyerekeimet, a barátnőimnek mindegyike van, nagyon szeretek velük lenni, tündér, de valahogy nem volt ilyen érzésem, mondta Évi. Most van az utolsó pillanatban, és még nem. De ehhez a kapcsolatokra is szükségem volt, nem tudtam a legjobban színezni. Singer hozzátette. Forrás, Blick.